Az, hogy egy politikai ciklus után, egy választási ciklus után van egy embernek az a dolga, hogy felügyelje azt, hogy minden nyomot eltakarítani, ami az előző 4 évre vonatkozott a kormányzati kommunikációban. Hát ez klasszikus mafia tempó. Úgyhogy ha ezek így dolgoznak, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy az a hurok egyre szorosabb, és nagyon reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb még nagyon fontos információk is napvilágra kerülnek. Ne csodálkozzunk semmin, és igazából már kicsire sem adnak, a látszatra sem adnak, tehát hogy ezt mi itt egy ilyen elemzőszerű műsorban elmondjuk, hogy ez gyanús. A legegyszerűbb gondolkodású magyar, aki nem néz médiát, és meghallja ezt az egyetlen mondatot, hogy e-maileket törölnek, lefogad, hát ez mindenkinek gyanús, gyerekek. Hogyha ez a háttere a figurának, és volt onnantól kezdve, hogy kibukott ez az egész 500 milliós sztori, meg ugye egyébként a dotadat, meg a dollár baloldal ügy, hát hónapok teltek el. És gondoljátok, hogy ha volt is bármi terhelő rájuk nézve a Tordainak az irodájában, akkor azt nem darálta le, vagy nem törölte azokat a dokumentumokat, vagy pedig gyártott utólag olyat, ami őket menti fel.